Kedves hallgatóink, ez a podcast a 101-es szobából új adása, és rögtön ez egy, ugye egy érdekes dolog, hogy így hívnak minket. Összefoglaljam én, hogy miért hívnak minket így? Én az, hogy miért lett névváltozás, azt én gyorsan elmondom nektek. Ugye minket Szabad Európa Podcastnak hívtak idáig, és amikor 2 éve ezelőtt, általán, lassan talán még nincs két, de majd körülbelül 2 éve megjelent a hazai médiapiacon újra a Szabad Európa, aki ugye a legendás Szabad Európa rádiónak a nem csak szellemi, de hogy egyébként azt hiszem, hogy jogi folytatása hát is, az tehát az ugyanaz a vállalkozás. Akik ugye amerikai pénzből csinálják mindezt. Dollármédia, úgy tudjuk, igen, így van. Akkor hát mi éreztük azért, hogy a név azért őket egy kicsit talán jobban megilleti, mint minket, és írtunk az összes platformon nekik egy üzenetet, e-mail, Facebookon írtam nekik, Messengert, az oldalra, meg tényleg megtettem szerintem mindent, egy hosszú szöveget írtam nekik, hogy mi vagyunk mi, ezt is ezt csináljuk, és tök szívesen beszélgetnénk arról, hogy most mi legyen ezzel a helyzettel, és senki a fülebotját sem mozgatta, míg egyszer csak, azt hiszem 2 héttel ezelőtt. Volt az inkább másfél hónap, de igen. Jó, igen, oké, az Áron kapott egy levelet, ugye, ami jól sejtem, a Szabad Európa egyik kiváló képviselőjétől. Tehát a főszerkesztőjétől, a Vovec Tibortól jött. Vovec Tibortól, hogy hát kik vagyunk mi, és mit keresünk itt a médiapiacon. A médiapiacon. Igen, hát vagy nem tudom, hogy hívják ezt a podcast univerzumban, ahol egyébként ők kiváló podcastokat csinálnak, azt kell mondjam. Igen, jókat csinálnak. Úgyhogy ebből kialakult egy viszonylag gyors lefolyású diskurzus, aminek az lett a vége, hogy mi átneveztük magunkat. Szerintem ez így jó. Nem tudom, a többieknek remélem, hogy hasonló véleménye van. Mármint, hogy ez így jó deal, hogy a Szabad Európa a Szabad Európaként folytatja, és azonosítható, és mi pedig... Meg de benne volt a nevünkben a 101-es szoba is. Igen. Eddig is. Áron, elmondod, mi az, hogy 101-es szoba? Mert ezek szerint ez nem mindenkinek teljesen evidens. Ugye a George Orwellnek a... 1984 című kötetében. Annak ez egy ikonikus, rejtett a pince szintben lévő szoba, amiről mindenki csak suttogva és halkan mer beszélni, hogy ha valaki oda bekerül, azzal csúnya dolgok történnek, és agymosás áldozata lesz. Kedves hallgatók, kérlek, ne aggódjatok, az első emeleten ülünk egy kivilágított szobába, tágasnak is mondhatnám akár, ha nem ülnénk benne most per pillanat 5-en. Igen, akkor szóval egy újabb szolgálati közlemény, hogy nem mindenki vette észre adott esetben, hogy az átlátszó felületén megjelenünk, mi társult podcastja lettünk az átlátszó társult. Vendégblog kategóriában futunk, mert a vendégpodcast valószínűleg hülyén hangzik. De nem, nekem tetszik. Az a lényeg, hogy nem lettünk újságírók, nem lettünk átlátszós újságírók, de a tartalmaink az átlátszó felületén is megjelennek, örülünk az átlátszónak, lehetőséget... az átlátszó örül nekünk. Kaptunk lehetőséget arra, hogy használjuk az átlátszó szerkesztőségében kialakított helységet, amit stúdiónak hoztak létre, ilyen szürke hangvisszaverő vagy hangtompító felületek vannak a falon, és egy ilyen vastag, fekete terítő van az asztalon, úgyhogy nekünk ez nagyon szőnyeg van a szobában. Úgy tudom egyébként, hogy ezt egy kifejezetten stúdió tervezésre felkért, hogy alkotta ezt a kompromisszumot, ugye, hogy ez még tárgyaló is működjön, és stúdiónak is alkalmassá váljon. És ezért van mindenféle vastag függönyök az ablakon, meg az ajtón, úgyhogy egy picit átett alakítva a helység arra, hogy ez így működőképes legyen, és van benne egy nagyon komoly technika, amit bevalljuk őszintén, hogy elsőre nem sikerült beéresíteni, úgyhogy ez még a... De ez a mi hibánk. De ez természetesen a mi hibánk, és a legkövetkező adásra, amit itt veszünk fel, arra majd jobban fogunk készülni. No, viszont van vendégünk is. Sziasztok. Aki eddig nem menekült el a 101-es szobából. És megismerek szólalni, igen. Vendégünk Nagy Gergő. Gergő vagy Gergely? Gergő az tökéletes. A Szikra elnökségi tagja. Igen, a Szikra mozgalom elnökségi tagja vagyok. És mit kell rólad még tudni? Egyetemista vagy? És mert vagy dolgozol? Megtisztelő a kérdés, és szerintem ez valószínűleg azért is van, mert van egy ilyen percepció, hogy a Szikrának a tagjai azért többnyire a 20-as korosztályból kerülnek ki. Én szerencsére már túl vagyok ezen az életkoron, érett is vagyok, és tapasztalt. Ezért vagy te elnökségi tag. Megerősíteni és száfolni sem tudom. Igen, tehát... Én zenei szervezőként, rendezvényszervezőként, eseményszervezőként dolgozom, és emellett tudom vállalni a Szikra Mozgalom elnökségi
tisztjét. Erről szerintem annyit érdemes még így tudni, hogy öten vagyunk, akik ebben a pozícióban döntéshozó szerepkörben szerepelnek a mozgalomban. Mit kell tudni a Szikra mozgalomról? Be tudod mutatni egy-két percben, mert azt vélelmezik, hogy nem minden hallgatónk tudja azonnal, hogy tulajdonképpen mi ez a Szikra mozgalom. Én annyit röviden elmondok, hogy van már parlamenti képviselőtök is Jámbor András személyében, és az utóbbi időben sok nagy média visszhangzott kiváltó eseményt is szerveztetek, tehát hogy az egyszeri közéleti híreket fogyasztó ember is már találkozhatott a nevetekkel. Igen, igen, szóval a Szikra mozgalom, ahogy te is mondtad, most már egy 3,5 éves múltra tekint vissza, nekünk is volt egy névváltásunk, a Szabad Budapest néven alakult még a kezdetekben, ez 2019-re a rabszolgatörvények utáni megmozdulások által sokakban kiváltott csalódottság és a tapasztalatoknak a konstruktív irányba való. De aztán Szabad Budapest szóltátok egy e-mailbe, hogy ne legyünk Szabad Budapest. Hogy ne legyünk szabadok. Nem, nem erről. A ChatGP ezt tudta, ezt elmesélte nekem. Nagyon, nagyon okos. A ChatGP-n keresztül leinfóztad? Nagyon okos, a ChatGP-nél csak az a baj, hogy már meg is szűnt a Szikra 2020-ban. Tehát én erről... halott vagyok ott, tehát ugye ti sokkal jobban jártok. Erről én is csak tegnap értesültem, szóval szerencsére a valóság azért ennél egyel szebb képet fest, de valóban, tehát itt az történt, hogy az önkormányzati választások, 2019-es önkormányzati választások folyamán Szabad Budapest néven, én akkor egyébként még nem voltam a szervezet tagja, több budapesti jelöltet is tudtunk támogatni, és ezért a Szabad Budapest név értelemszerűnek tűnt, és azután ugye megtörtént az a belátás, hogy ennél egy nagyobb és szélesebb elérést szeretnénk biztosítani magunknak, és akkor a Szikra mozgalom névre esett a választás. Komoly belső viták, szavazások árán. Én ma már hallom, vagy nem ma, múlt héten olvastam, hogy ez igazából a tanácsköztársaság hivatalos lapjának a neve, vagy nem tudta, már a Bohár Dani félék már így megtalálta. De a Szikra az gyanús, mert a Szikra tüzet gyújt, tehát lehet, hogy ti igazából... Elég csak egy Szikra, ugye? De sok Szikra, még több szerintem is. Szerintem nagyon menő ez a név egyébként, tehát ez egy ügyes név, én azt gondolom. De ez egy ilyen forradalmár név, tehát akkor... Hát igen. Azért, hogy mondjam, a politika csinálás és a forradalom csinálás, az nem feltétlenül ugyanazok a célok. Szerintem ti változtatni akartok a rendszeren, nekem valami azt súgja. Vannak erre külön megfejtések, tehát azt is el lehet mondani, hogy addig ütjük a rendszert, amíg nem szikrázik, de alapvetően a szikrából láng is tud lenni, tehát ezek a képzeltársítások megtörténnek, én tényleg erre azt gondolom, és tényleg a név eredetéről is egyébként számtalan és számos feltételezés megjelenik az interneten, szerintem én annyiban ezzel meg tudok elégedni, hogy ez érdekli az embereket, izgalmas, tehát ezt nem is részletezném. Tehát a név már attól jó, hogy beszélnek róla, nem feltétlenül kell, hogy tükrözze a céljaitokat. De még jobb, hogyha tükrözi is, igen. De akkor tükrözi, mert akkor én, ha jól értem, az talán konszenzus volt, hogy akkor a Szikra egy ilyen egyszeri, nem tudom, mint hogyha valami célból alakulna, ami célt, hogyha elérsz, akkor utána vége van a bulinak. Igen, miközben a párt politizálás nem feltétlenül lesz. Tehát, hogy ez én egy hosszabb hiszem, távra tervező dolog. Nem párt politizálni akarom, de ezt erre kérdezzünk rá. Pontosan. Ti nem vagytok párt, ti mozgalom vagytok. És ez egy nagyon fontos különbség egyébként. MZP is így kezdte. Aztán látjuk, hova jutott. Még nem látjuk, hogy hova jutott, de azt olvasom rólatok, hogy egyre még egyáltalán fontolgatjátok, hogy párt alakultok, és hosszú távon terveztek. De ez mit jelent ez a hosszú távon való tervezés? Igen, igen, tehát szerintem azt Zoli azt nagyon, nagyon jól mondta, hogy igen, a Szikra az egy önmagában fellobbanó dolog. Szerintem mi a mozgalomra egyébként határozottan így gondolunk, tehát most jelenleg ezek között a keretek között tudjuk elképzelni, hogy összegyűjtjük azokat a tudásokat, energiákat, amiket még mi magunk sem tudunk feltétlenül átlátni, hogy hova lehet csoportosítani, de a pártpolitikában, alapvetően a pártpolitikának ennek a részével egyelőre ilyen formában nem tudunk, és nem is szeretnénk foglalkozni. Tehát a mozgalmi keretek jelenleg sokkal nagyobb mozgásteret biztosítanak számunkra. Sokkal szabadabban és kreatívabban lehet értelmezni a politikát, mint amit a pártpolitika az megenged manapság Magyarországon szerintem. Ti beleütköztetek azokba a korlátokba, amit a
másképp fogalmazom a kérdést, vagy nem is kérdés igazából. Szóval, hogy én magam is találkozom azzal a jelenséggel, hogy kifejezetten közéleti dolgokból civil kezdeményezések kizárják a pártpolitikát, mondván, hogy ne gyertek ide, mert akkor azzal csak mindent elrontatok nekünk, és hogy azzal... Ugye, bocsánat, hogy közben mondom, de pont tegnap a debreceni civilek az akkumulátorgyár kapcsán hosszan fejtegették, hogy őket konkrétan akadályozza a pártpolitika és a pártok és a pártpolitikusok, bocsánat. Nem, csak kérdés igazából az, hogy ti ezt tudatosan próbáljátok ezzel megkerülni ezt a problémát, és találkoztatok vele, vagy valami más célja van annak, hogy ti mozgalom maradtatok, és nem párt. Ez egy létező jelenség, és ez egy szomorú jelenség egyébként szerintem. Tehát mi a politikát, ugye a képviselet mentén képzeljük el, és annak szerintem nagyon fontos része egyébként, hogy a bizonyos ügyek körül csoportosuló és dolgozó civil szervezetek, mert rátaláljanak azokra a képviselőkre, politikusokra, akik nagyobb és átfogóbb értelemben tudják ezeket az ügyeket képviselni. Tehát az, hogy a jelenlegi felállásban ez nem tud megvalósulni, azt szerintem az egy olyan jelenség, ami szomorú, és ezen mindenképpen szeretnénk változtatni. A mozgalmi jelleg az pont azt tükrözi, a mi értelmezésünk szerint, hogy ezeket a single issue, vagy legalábbis koncentráltan bizonyos ügyek mögött csoportosuló lelkesedést, energiákat szélesebb körben összekösse. Tehát szerintem azzal nagyon sokan találkoztak az utóbbi egy évben is akár, hogy egymással párhuzamosan, de egymástól élesen elkülönülve futnak hasonló irányú elégedetlenségek, tüntetések akár, és hogy ezeket nem lehet összekötni, nem történik meg az a szolidaritás a különböző szereplők között, hogy együtt tudjanak tovább menni, és ezért jellemzően azok a tapasztalatok, amik felhalmozódnak egy-egy ilyen csoportosulás körül, azok nem tudnak aztán összeérni és nagyobbá nőni. Kihagytunk az elején egy lépést, hogy a szikra mozgalom az milyen ideológia mentén gyűjt mozgalmárokat, mit képviseltek, mit gondoltak a világról, amibe szikrát akartok gyújtani. Igen. Kik vagytok? Szerintem még sok fontos mozzanat is kimaradt, és akkor, ha megengeded, akkor lehet, hogy arra fogok kanyarodni, hogy az a politikai cselekvés, amit mi képviselünk, az milyen utakon tud utat találni a mai magyar politikai szintérbe, közbeszédbe, és akkor abból én erre a kérdésre talán úgy tudnám könnyebben megadni a választ, hogy mi az, amit csinálunk, és ezzel milyen változást tudunk és szeretnénk is elérni közép és hosszú távon is. Amikor megalakult a szikra, és alapvetően ugye az elégedetlenség, ami a 2019-es rabszolgatörvények kapcsán kialakult, és aztán viszonylag gyorsan félrevitt és elhalt elégedetlenségi hullám következtében sokan egyébként szerintem azt kijelenthető, hogy az elmúlt 10 évben azért ellenzéki térfélen, a bal oldalon is azért jelentős tudás és tapasztalat is felhalmozódott különböző szervezeteknél, amik nem tudtak utat találni, és akkor ezzel kapcsolatban történt meg összefogás, nem egy baráti társaság, nem egy kis egyetemista csoport, hanem a közegnek, a szintérnek több szereplője között, hogy együtt érdemes és hogyan érdemes a felhalmozott csalódásokból és negatív tapasztalatokból, hogy hogyan érdemes egy politikai szervezetet építeni. Ennek kapcsán szerintem majd erről is tudunk beszélni, de nyilvánvalóan ebben a szintérben, tehát a baloldali közegben azért vannak nekünk természetes szövetségeseink, vannak olyan tudások, amikhez tudunk és szeretünk is nyúlni, de politikai szervezetet úgy érzem, hogy ebben a helyzetben értelmezhető csinálni. A szikra mozgalomnak a első 3 évének a jó részét kitette egyébként az országgyűlési választásra való felkészülés, és akkor itt a Jánbor András neve, ami már elhangzott, aki a szikra képviseletében és képviselőjeként az előválasztáson, itt a 8.-9. kerületben egyébként, ahol éppen most is vagyunk, el tudott indulni az előválasztáson, és aztán utána annak a sikeres megívása után egy olyan kampányba tudtunk elkezdeni a szikra erőforrásait és különböző szövetségeseknek erőforrásait igénybevéve, ami aztán egy országgyűlési választási sikerré kovácsolódott. A mai napon pont egy éve egyébként, ez az április 3-a, ez... Kinek siker, kinek kudarc az április 3? Ez egy fontos kérdés, igen. Tehát akkor, bocsánat, hogy még megint nálam van a szó, tehát mert nem minden hallgatónk feltétlenül emlékszik arra, tehát itt volt 2010
2018 decemberében, 2019 januárjában ez a bizonyos rabszolgatörvény elleni megmozdulás, amire utaltál. Igen, igen. Emlékeztek arra? Megmozdulás sorozat, tüntetések voltak. Ez volt az, amikor bementek képviselők az MTVA székházába, és akkor betöltötték egy éjszakát talán, meg ominózus jelentek voltak, ajtónak neki menés, meg ilyesmi. Ez kurva jó lesz ez a kép. Már jó a TV székház. Igen, oldalán. Tehát hogy ez tényleg egy erős helyzet volt, és én is emlékszem arra a csalódottságra, hogy azt mindenki tudta, hogy persze karácsony, az, hogy is volt, hogy karácsony után indult el, talán karácsony még szilveszter között indult el ez a sorozat, és aztán tartott januárba, már nem is emlékszem egészen. Hideg pontosan. Volt, és tél, és mindenki téli kabát volt. De arra én is emlékszem, hogy oké, és utána én nem történt semmi. Vagy szóval volt az MTV-es dolog, és aztán így, ha-ho, volt egy helyzet, nagyon sok ember, több ezer, több tízezer ember megmozdult, és az egész így szétfolyt valahol a képviselők. Nem az első olyan alkalom volt, hogy... Oké, csak ez azért izgalmas, hogy közben van itt egy társaság, aki azt mondja, hogy ő van annyira dühös, vagy van annyira akcióképes, vagy van annyira proaktív, hogy akkor mi nem hagyjuk, valamit ezzel kezdünk, ezzel a helyzettel, hogy van itt egy ilyen baloldalinak tűnő felhorgadás, és akkor ti akkor valamit elkezdtek szervezni. Igen, igen, és szerintem az is sokat mondó, hogy ez többször felmerül, és az általános emlékezetben tulajdonképpen csak ezek a médiába is bekerülő, természetesen ez a természete egyébként a médiatizált politizálásnak, de szerintem az egy fontos látlelet volt, hogy pont azzal kapcsolatban, ami miatt ez az egész elégedetlenség kialakult, és pont azokat, akikről szó kellett volna, hogy legyen, azokat nem tudta képviselni egyetlen olyan létező és a politikában jártas erő, ki meg tudta volna hosszabbítani ezt a fajta kiállást, és pont ez volt az a pont, amikor többekben összeállt ez az egész, hogy annél képviselet nélkül nem lehet ezeket az ügyeket messzebbre vinni, annál, mint hogy valaki a tévében mit és mit nem csinál, ugye. De szeretném hozzátenni, hogy nyilvánvalóan ez mindenki azokkal az eszközökkel dolgozik, amik a rendelkezésre állnak, tehát ez a kritika, ez ebben a kontextusban értendő. Tehát nyilván amióta politikai szervezet vezetésében veszek részt, és politikai cselekvésben gondolkodunk, nyilvánvalóan mi is számtalan alkalommal találkoztunk azzal, hogy nem a világ legegyszerűbb dolga. Hogyan lehet átütni a közbeszédnek a határát? Volt, ahol sikeresen azt az üzenetet képviselve tudtuk ezt megtenni, amit szerettünk volna kihangosítani. Mi itt az elmúlt percekben ugye két kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ha jól értettem, akkor ugye a rabszolgatörvények kapcsán kialakult elégedetlenségi mozgalmak elhalása ösztönzött titeket arra, hogy a mozgalmat megalakítsátok. Tudnál olyan példát, tevékenységet mondani, ami, hogy mi mellé állt a szervezetetek az azóta eltelt időben, hiszen azért azóta voltak, csak a legutóbbi, leghangosabb dolog ez a tanár tüntetés sorozat, ami szintén elhalni látszik. Hát elhalni látszik most. Igen, tehát, hogy eléggé... Itt a Zebrán még hetente egyszer kimegy tüntetni reggelente, szedd reggelente. Igen, a lányom iskolájában is már teljesen elhalt, pedig az elején ők is kint ültek ott a harmadik kerületben bőven. Tehát, hogy tudnám mondani olyan dolgot, hogy például ebbe bekapcsolódtatok-e, vagy pedig egyáltalán, hogy azóta, ami adta ezt az instrukciót nektek, hogy ezt a mozgalmat létre kell hozni, hogy azóta ez merre indult, vagy hol tart, vagy mit csinál? Abszolút, és szerintem ez egy pont egy olyan kérdés, ami amikor, és akkor most már tényleg többször beszéltünk 2009-ra, vagy 2019-ra, ez az egyik dedikált cél is volt, hogy amennyiben ugye hasonló helyzet előfordul, akkor hogyan lehet abban tevékenyen részt venni, és egyébként én azért még nem, bár értem, de én azért nem vetnék keresztet a most is jelenleg is zajló elégedetlenségekre, bár nyilvánvalóan ugye az elmúlt egy évben, tehát azért a tanártüntetések elmúlt egy éve is számos tapasztalattal is szolgált egyébként, és még zajlik is, és mi is részt vettünk egyébként tudásunkhoz és erőforrásainkhoz mérten ebben a hullámban. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy
ez a tavaly nyári események, mert én tavaly nyári eseményekről beszélnék, amikor szerintem először beindult ugye a választások után, szerintem azért hónapokig tartó apátia, először ugye a kata tüntetések, a rezsi, ami felmerült annó, és akkor ott is ugye, ami végül ebből így tapasztalatként kiderült, az a nyárvégi futárok körüli, talán szerintem így tudott megmaradni az emberek emlékezetében ez a fajta tüntetés hullám, és aztán utána a tanároknak a kezdeményezései. Tehát szerintem ezek olyan pontok, amik értelmezhetően felmerülnek, hogy hogyan lehet hozzájuk kapcsolódni. Szerintem ott is az volt a legfőbb probléma, hogy ezek nem tudtak összekapcsolódni. De ilyenkor ti nem tudom, facilitáljátok ezeket a szereplőket, hogy egymással beszéljenek, próbáljátok, tehát ti segítitek ezt a folyamatot, hogy összekapcsolódjanak? Igen, tehát mi szerintem pont ezt a szerepet tudjuk itt betölteni, hogy azokat a szereplőket megkeressük, akiknél mi úgy érezzük, hogy szakszerű tudás van ezeknek a helyzeteknek a kezelésére, megoldására, de legalábbis kezelésére, és akkor ezt a platformot igyekezzük szolgálni. De volt olyan eset az elmúlt időszakban, ahol ez a platform létrejött és működni kezdett? Tehát tudsz erre példát mondani? Igen. Tehát konkrétan most el kell gondolkodnom, hogy vajon ez mennyire bizalmas információ ezen a ponton. Annyit mondasz el ebben a podcastban, amit akarsz, hogy csak 5-6-an hallgatjuk ezt. Zárójel. Mióta összevonták az Anchor felületet a Spotify-jal, megjelent 690 plusz hallgató. Nagyszerű. Csak úgy mondom. Tehát, hogy alig hallgatja, csak nyugodtan. Igen, szerintem az fontos, és erről is volt már szó, hogy van egyfajta averzió a pártpolitikusokkal szemben, és szerintem ezen a ponton a mi képviselőnk Jámbor Andrásnak a neve az pont egy olyasfajta garancia, és egy olyan fajta kapocs, amihez előszeretettel nyúlnak azok a szervezetek is, akik amúgy a pártpolitikát kifejezetten elutasítják. Tehát ugye ez egy olyan szerep, amit mi tudunk használni. Tehát akkor ti dolgoztok így a háttérben, vagy hogy mondjam, egy finomabb eszközökkel, ezt értem. De például én emlékszem, decemberben csináltatok azt, amikor egy kaszon előtt tettetek. Ez például egy olyan típusú eszköz, ami egy sokkal látványosabb eszköz, és valami fajta baloldali, nem tudom. Abszolút baloldali, tehát ugye ennél baloldalibban. Mármint, hogy azért keresem forradalmi és baloldali. Igen, tehát, hogy ne komcsizzál az érdek azért. Lehet, hogy egyébként dicséret lehet. Ezt nem tudom. De hogy az egy erősen baloldali kiállás volt. Miért baloldali dolog ez, azon túl, hogy a kaszinókat nem szeretjük, ezt értem? Tehát, hogy az, például mi volt az üzenetem, mert szerintem az például nem jött át a médiában. Az átjött, hogy ott vagytok. Az átjött, hogy erős a kép. Tehát, hogy a NER kaszinó előtetni, az menő. Az nagyon. Az menő. De hogy ebben a baloldaliság az hol van? Igen. Ez szerintem egy nagyon jó pont a beszélgetésben arra, hogy bedobjam azt a szlogánt, ami szerintem a Szikrának most már az elmúlt fél évben, és még az előrelátható jövőben is szándékunk szerint meghatározza a működését. Ez a megjelenés, amire te utaltál, ez a Fizessenek a gazdagok kampányunknak a kezdő eseménye volt, és akkor itt december elején egy hétről beszélünk, amikor megpróbáltunk minden nap megjelenni különböző pontjain nem is a városnak, hanem azt a belépési pontot kerestük a politikai cselekvésre, ahol rá lehet mutatni azokra az intézményesült egyenlőtlenségekre, ami szerintünk meghatározza ezt a társadalmat, a gazdaságot, és minden pontján az itt élő emberek életének, és ennek az első pontja és a meghatározó része volt a kaszinók. Ugye itt nem feltétlenül a kaszinók intézményével, bár szerintem arról is egyébként sokat lehetne beszélni, hogy a szerencsejáték és a kaszinók intézményileg mit létesítenek és mit jelenítenek meg egy társadalom életében, de itt szerintem az sokkal fontosabb üzenet volt arra rámutatni, hogy a kaszinóknak a koncesszióba vételével, ami egyébként szerintem a kifejezetten a mi kampányunknak az egyik eredménye, hogy azóta gazdát cseréltek a kaszinók, ugye most az egyik zsebből már a másik zsebbe vándoroltak át, tehát most nem is tudom, hogy... Szalai Bobrovnici volt korábban? Igen, a Garancsi, és most már Tiborc, tehát, hogy itt rendkívül nagy változások. Gratulálunk, nagyon jól csináltátok. Rendkívül nagy változások, de szóval szerintem a kaszinók esetében, és a kaszinó blokkolás esetében az volt a kifejezett célunk, hogy rá tudjunk mutatni arra, hogy az a bevétel, ami egyébként nem kerül vissza az államkasszába, az egyébként óránként is kimutatható és kézzelfogható különbség,
azzal kapcsolatban, hogy mit lehet azzal a pénzzel tenni, és egyébként ugye az akkori szlogenünk szerint is 2 millió forint volt az, amitől óránként egyébként elesik a magyar állampolgárok összessége, azzal, hogy a kaszinók után, mivel magánkézben vannak koncesszióban, ezért az adóbevételektől ennyi pénztől tudunk elesni óránként. Igen. Azért ez nem kevés. Szerintem itt nem az a lényeg, hogy mennyi, hány millió, hanem inkább az egy jó rámutatás a probléma egyik manifestációjára. Nagyon szétnyílt ollójú társadalom. Nehéz megfogni egyébként, mert manapság tényleg már akkora pénzösszegeket látunk, meg hallunk, hogy én úgy érzem, hogy egy óránkénti 2 millió forintos összeg az sokkal jobban észrevehető és kézzelfogható, mint hogyha arról beszélünk, hogy az egy hónapban, az meg egy évben az hány milliárd forint. Egyetértek egyébként, persze, ez így van. Ez volt az a belépési pont, ami nekünk is egy nagy tapasztalat, hogy hogyan lehet politikai cselekvést, egy önálló narratívát létrehozni 2022-ben, 23-ban Magyarországon, mert szerintem az egy deklarált célunk, hogy azok a törésvonalak, amik a jelenlegi magyar politikában és közbeszédben léteznek, azok nem elegendőek arra, hogy kifejezzék és rámutassanak a magyar társadalomnak a problémáira, és ezzel kapcsolatban a szándékaink azok, hogy olyan törésvonalakra mutassunk rá, amik ezt jobban tükrözik, és nem csak arra rámutatni, hogy miért rossz, hanem arra is, hogy hogyan lehet jobb. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos különbség, és ez akár az elmúlt 12 évnek, vagy ilyenkor mindig vissza lehet menni 30-ra is, nagyon sokra is. Nem abban szeretnénk szerepet találni magunknak, hogy elmondjuk, hogy miért nem jó, hanem hogy hogyan lehet erre érdekek és értékek mentén hatásosabb választ adni. Elmondom a másik gondolatot, másik kérdést, ami eszembe jutott itt a beszélgetés kapcsán. Ugye itt többször elhangzott, hogy baloldali. Én amikor készültem erre az adásra, akkor itt olvastam tőletek, meghallgattam veletek riportot, és ott elhangzott ez az új baloldal kifejezés. Meg ugye hát tudjuk, hogy van az óbaloldal, azt még mit sokan megéltük, ugye nem titok, én a rendszerváltás előtt már valamennyire felnőtt voltam, tehát hogy mit jelent az a kifejezés, hogy új baloldal, illetve meg tudjátok-e határozni a különbséget a úgymond óbaloldal, vagy a régi szocialista rendszer, ami szintén baloldalinak mondta magát, és a mai baloldali rendszer, vagy mozgalmak között. Tehát, hogy tudsz erről egy pár mondatot mondani? Illetve, bocsánat, hogy ez elhatárolódást jelente. Tehát, hogy az új baloldal valószínűleg azt gondolom, hogy elhatárolódást jelent, de hát számotokra is azt jelenti-e. Hát azért, hogy mondjam, értem. Amikor én hallom ezt a szót, akkor kifejezetten egy elhatárolódást gondolok mögé, de kíváncsi vagyok, hogy egyébként ti is azt gondoljátok-e. Akkor most már én is mondom. Hozzáteszem a magamét. Tőrgergyulától? Jegyzetelek. Azt a szót hallom, hogy baloldal, nekem eszembe nem jut 1995-i Kádár korszak meg azért, tehát egyáltalán nem. Tudom, hát az nem is, hogy ez jön, de a DKMSZP viszont igen. Nem? Az igen, de a 90 előtti egyáltalán nem, és nyilván ezzel jön a rendszer revolver médiára, nyilván ezzel jön, hogy ezek a Lenin fiúk, meg Kádár fiúk. Szerintem a modernkori politikai paletta felosztást egyiket se lehet lefordítani ezekben a szovjet kulákban politikai berendezkedésre. Szerintem adjuk meg a lehetőséget. Az új baloldalnak. Ha már meghívtuk, akkor ne mi okoskodjunk. Természetesen igyekszem válaszolni. Ezek nagyon, nagyon pár mondatban kifejthető kérdések. Semmi súlya. Szlágbortokban csak. Persze, ez igen, szóval akkor tényleg itt felmerül a kérdés, hogy mennyi ideig szándékozunk itt ülni. Az új baloldal kifejezés, mint olyat, én a szikrámból nem feltétlen van használatban, tehát ez valószínűleg itt olyan kifejezésekről beszélünk, amiket előszeretettel mondanak ránk, de nem feltétlen tartjuk mi azt hangsúlyosnak, hogy meg fontosnak, hogy ilyen szinten identifikáljuk magunkat. De igen, sok kérdés felmerült, próbáltam jegyzetelni. Szerintem alapvetően itt akár ha generációs kérdésről is beszélünk, a szervezeten belül itt az alapvető baloldali tapasztalat ugye az a fajta 90-es évek utáni
2010-ig bezárólag, illetve hát azóta is ugye zajlik a politizálás, van egyfajta politika. Itt szerintem alapvető tapasztalatként azt a fajta neoliberális gazdasági működést, amit a 90-es, majd a 2000-es években a baloldali szereplők és az utód pártnak a képviselői tettek magukével, szerintem az, ami a leginkább hangsúlyos a mi politikai tapasztalatainkban és megéléseinkben, illetve hát nyilván a baloldal kérdésekor felmerül, hogy az a fajta eltávolodás, amit a politika és a képviselői, és azok, akiket képviselni lenne hivatott egy baloldali politikus, az mennyire távolodott el egymásról az elmúlt, és akkor megint csak mondhatnék 150, vagy nem tudom hány évet, tehát ez egy olyan alapvető probléma, amit szerintem nem most ebben a keretek között fogunk megoldani, de hogy a sziklán belül azt elmondhatom, hogy erről zajlik a gondolkodás, és hogy pontosan ezek azok a lenyomatai a minket megelőző rendszereknek, amikkel kell is tudni szembenézni, és foglalkozni, és foglalkozunk is. Vérmérséklet kérdése, de nyilvánvalóan a rendszerváltás előtti korszak az így semmilyen szinten nem jelenik meg előképként a szikra működésében. Tehát akkor, ha jól értem, akkor az óbaloldal számotokra a rendszerváltástól a 2000-es 2010-es évekig tartunk. Szerintem nem jutott a végére a gondolatnak. Gyakorlati szinten én azt gondolom, hogy az a világ, amiben most élünk, annak meghatározója az, ami olvasatunkban, az a 90-es évek utáni rendszernek a hatása és befolyása. Ami ezt pedig... még nem is éltek előtte, érted? Értem. Mert tök fiatalon. Ami már pedig... Mert én vagyok, jó? Okay. De közben meg nyilvánvalóan a rendszerváltás sem egy vákumban született, annak is volt előzménye azért a 80-as években. Gazdasági folyamatok, társadalmi folyamatok, sőt, hát akár odáig is elmehetnék ebben a beszélgetésben, hogy mennyire volt az politikai és gazdasági rendszerváltás, tehát hogy nyilvánvalóan ennek sok-sok vetülete van, és az, hogy azokra a változásokra milyen szinten volt felkészítve és felkészülve a magyar társadalom, az megint egy más kérdés. Én most a Digi helyett leszek Digi, aki... Akkor azt jobban kell beszélned. A kedvenc témája minden ilyen esetben, hogy rákérdez arra, hogy a szakszervezetekkel milyen viszony ápoltok. Rosszul kérdeztem meg, de a lényeg az, hogy van-e bármilyen kapcsolódásotok? Mert hogy az én... történelem tanulmányom, ami ugye a Kádár rendszer félretájékoztattak, Digi, most szólok. Az nem az igazság volt. Illetve hát ott ugye mindig az volt, hogy a baloldalnak a szerves része ugye a szakszervezet. Aki úgymond nem az uralkodó, hanem a munkás paraszti osztály érdekeit védi, a dolgozók érdekeit védi. Tehát, hogyha nekem ez a kérdés, ez teljesen egyenes, arányos azzal, hogyha ti baloldali mozgalomnak nevezitek magatokat, akkor van-e valami kapcsolat a szakszervezetekkel, illetve tudtok-e együtt dolgozni, összeadni azokat az erőforrásokat, ötleteket? Van-e most kivel együtt dolgozni például? Egyel konkrétabban. Eszembe jut a Komján Imrének az akciója, aki odament az esztergomi Suzuki gyárhoz, és azt hiszem tényleg napokon keresztül tulajdonképpen tüntetett és felhívta arra a problémára a figyelmet, hogy az esztergomi Suzuki gyárban nem engednek szakszervezetet létrehozni. Hát a tulajdonosnak ez egy teljesen unikális dolog, hogy itt Európában itt léteznek ilyen szakszervezetek, és emberek szakszervezetek akarnak létrehozni a saját gyárukban. Oké, tehát hogy azt, én értem ezt a markáns baloldali követelést, amit a Komját Imre annak idején csinált, ez pár évvel ezelőtt volt talán egy szintén lehetett, vagy ősz lehetett. Például a Komjáti Imrével például van-e együtt dolgozás ilyen ügyekben? Tehát ez a konkrét lehetülete annak a kérdésnek, amit a Digi kérdezett, hogy egyébként van-e a szakszervezetekkel közös munkakapcsolat? Igen. Igen, olyannyira, hogy a Szikra Komjáti Imrével és Jánbor Andrással járt Makón is a Continental gyárnak az ügyében, ezzel kapcsolatban egyébként egy konkrét együttműködés is létrejött. Ez
most már több mint egy évre nyúlik vissza, lassan egy évre nyúlik vissza, de szeptemberben egyébként szikrások részt vettek a makói Continental gyárnak a szakszervezeti gyűlésén is, ezt mindjárt kifejtem, tehát itt csak arra gondolok, hogy egészen más szinteken is zajlik egyébként a szakszervezetekkel kapcsolatfelvétel és együttműködés, de hogy projektszerűen ez például egy olyan kivetülése volt, hogy Makón kifejezetten a szegedi Continental gyárral szemben egy egészen másfajta viszony létezik a tulajdonosok és a dolgozók között, és akkor ennek a kapcsolatnak az építése az tényleg egy éven keresztül zajlott, ami után azt a konkrét cselekvést tudtuk létrehozni, hogy a Mérce újságíróinak a segítségével Franciaországból egy korábbi szakszervezeti szervező Magyarországra tudott látogatni, aki a 2000-es években egy sikeresen lezajló sztrájk hullámnak a szervezésében vett részt, és az arról készült dokumentumfilmet tudtuk először Makón bemutatni, a Szikra és a Mérce közös szervezésében, és aztán pedig Budapesten is a francia intézetben. Tehát akkor ilyen esetekben, mint tudásmegosztással foglalkoztok szervezésben, kapcsolatépítésben, ezekben tudtok segíteni? És itt pont azt tudott megtörténni, hogy ugyanúgy, ahogy Makón a szakszervezetnek a tagjai is ott tudtak lenni ezen a beszélgetésen és vetítésen. Egyébként pikáns, hogy sajnos túl sokan nem tudtak ott lenni, éppen aznap este, szombat estéről beszélünk, mert éppen a gyárba aznap este rendkívüli munkaidőt rendeltek el, tehát hogy... Surprise. Hogy sajnos volt egy termelni ilyen... kellett. Pont véletlenül akkor, amikor... Volt egy ilyen, uh-huh. egy ilyen körülmény, de pontosan ezt a szerepet ott be tudtuk tölteni, hogy azokat a szereplőket, tehát a Mérce részéről egy nagyon komoly alapozó munka történt meg Lehoczky Noémi vezetésével, aki fel tudta tárni azokat a körülményeket, ami a gyár dolgozóinak a 2021-ben elnézést, egy háromnapos sztrájk során ki tudott bontakozni, és akkor azzal kapcsolatban politikai szereplőként mi nem tudtunk közbelépni, de felvettük a kapcsolatot, és összetudtunk kötni olyan szereplőket, akik ezt a tudásátadást pontosan, amit említettél, azt meg tudott történni, mert hogy ott is ugye ez egy nemzetközi gyárnak a nemzetközi dolgozói mégis nagyon kevésszer találkoznak egymással, és tudnak rádöbbenni, hogy amúgy ez egy közös ügy, ami meghatározza az életüket, hiszen ugyanúgy, ahogy a francia, pikáns 2009-ben volt a Franciaországban ez a tüntetés hullám, ugye ott akkor arról volt szó, hogy hogyan fogják átköltöztetni a gyárakat olcsóbb munkaerők elérése céljából Kelet-Európába. És akkor, hogy ez egy pikáns történet. Visszatérve Digi kérdésére, igen, tehát a szakszervezetekkel alapvetően, mint olyan intézményes megnyilvánulásaként gondolunk rájuk az érdekérvényesítésnek, ami sajnos egyébként a 90-es évek után egy jó részt kiüresedett, hatáskörű intézményként él az emberek és a közbeszéd során az emberek agyában, de hogy ezek egy létező tudással és erőforrásokkal rendelkező szervezetek. Nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, a filmiparban vannak szakszervezetek? Magyarországon nincsenek. Van egyfajta... Külföldön van? Tehát Angliában nagyon erős, Amerikában is elképeszt erős, tehát nem mehetsz te oda, csak úgy dolgozni. Ilyen kilométerre le van szabályozva, hogy hol forgathatnak, szóval egészen fura. Meg rendes munkabértábla. Igen. És Magyarországon miért nem? Miért nincs a pedagógus, miért nincs... Tehát azért amiért az többi helyen. A filmiparban dolgozik, azért fordultam így hozzá. Filmiparban, mert én a filmipart értettem egyébként. Ja, most filmipar. Igen. Lakatosna. Mert a vasas szakszervezet, ugye a vasas film. Az a kérdésem, hogy folytatva ezt a szakszervezeti kapcsolatos kérdést, hogy tehát amikor mondjuk jelentkeztek a konkrét például a maradva a Continental gyár szakszervezeténél, hogy ti vagytok a Szikra baloldali mozgalom, és hogy szeretnétek segíteni nekik, akkor ők ezt hogy fogadják? Tehát van-e az a fajta elutasítás, hogy mondjuk a félelem, mondjuk, ami a pártoktól, most a legjobban ahhoz tudom hasonlítani, tehát van egy félelem bennük,
hogy miért jön ide Pestről valaki, vagy pedig nyitottak erre? Ez jogos, és akkor ezt hadd egészítsem ki, hogy én úgy tudom, hogy elkezdhetek már nem csak Budapesten sejteket építeni. Igen, tehát egyébként olyan szituációban, meg egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nincsenek abban a helyzetben a szakszervezetek például, hogy ne fogadjanak el ilyesfajta megkereséseket és segítséget, tehát ezt most csak azért tudom mondani, mert faramúci módon nem csak a bal oldalról, hanem a jobb oldalról, akár a szélső jobb oldalról is megtörténnek azok a fajta kapcsolatkeresések a szakszervezetek irányába, amik aztán, hogyha egyébként konstruktív és érdekérvényesítő szerepet találnak, akkor még mindig azt gondolom, hogy egyrészt a szakszervezetek részéről is, másrészt meg minden politikai szereplőnek, sőt minden állampolgárnak is érdeke egyébként, hogy valaki képviselje azokat az érdekeket, amik nem találnak utat más módon, és hogy itt szerintem az fontos kijelölni természetesen, hogy ez mennyire tud máshogy kinézni egy jobboldali, illetve egy baloldali szervezet munkájában. A pártpolitika, azt említettem is már, oly sok téren megégette már magát sok mindenki ezzel, tehát nem keresik feltétlen, de az a leülés, ami meg tud történni, hogy mi mit tudunk ilyen szituációban facilitálni, segíteni, mit tudunk hozzáadni, mert szerintem szerencsére egyébként én azt gondolom, hogy most már egyre több szakszervezetnek a munkája abba az irányba mutat, hogy léteznek ezek a fajta tüntetések, elégedetlenségek. Nyilvánvalóan egy ilyen tüntetésen nem lehet célunk, hogy kimenjünk, letűzzük az ásztónkat, és azt mondjuk, hogy mi is itt vagyunk. Tehát valóban, amiről egyébként már korábban beszéltünk, hogy ez a fajta építkezés, ami a háttérben megtörténik, az szerintem a mi életünkben, a Szikra életében az most jóval hangsúlyosabb és fontosabb, hogy amikor olyan szituáció van, akkor aktív segítséget tudjunk adni. És akkor lesz Makón alapsejt? Vagy alapszervezet, vagy hogy hívják? Nagyon jó kérdés egyébként. A Szegedre, ami ugye, hát nem Makó, de... Közelebb van, mint Jeruzsálem. Közelebb van. Egyébként már amikor ősszel voltunk, akkor és Makón volt ez a vetítés, akkor a szegedi gyárba is el tudtunk látogatni. A Fizessenek a gazdagok kampány, ami egyébként beszéltük, decemberben indult be ezzel az akció sorozattal, annak most egy egészen más ága fog megjelenni, egy budapesti és egy szegedi rendezvénnyel, tehát április 15-én Budapesten és április 21-én Szegeden leszünk megtalálhatóak ezzel a kampánya. Hát akkor úgy képzeljem én el, hogy például Makón, akkor felajánlottatok a szakszervezetnek, hogy segítetek mondjuk a következő kollektív szerződés elkészítésében, jogásszal, nem tudom, mivel ezt, illetve, hogy ezek az emberek, akik oda nem mennek és segítenek, akkor ezek tulajdonképpen aktivisták, önkéntesek, tehát nem fizetett alkalmazottak, hanem a mozgalmatok céljaival egyetértő emberek, akik erre időt, pénzt, energiát áldoznak. Igen, nem szeretnék egyébként a makói esettel sokat példálozni, mert az tényleg nagyon, nagyon fontos kiemelni, hogy ott a Mérce újságíróinak a munkája volt az, amihez mi tudtunk kapcsolódni. Most természetesen felmerül, hogy a Szikrának olyan viszonya van például ezekkel az újságírókkal, hogy egy ilyen politikai cselekvést összetudunk kapcsolni. De valóban szerintem, ami még egy fontos kérdés volt, hogy igen, itt nekünk azt nagyon jól át kell látnunk, hogy önkéntesek, aktivisták, a Szikra mozgalom 99%-a önkéntes munkából adódik össze, és ezekkel az erőforrásokkal, hogy hogyan tudunk rendelkezni, hogy hogyan tudunk megteremteni olyan helyzeteket és olyan cselekvéseket, amiben többen részt tudunk venni szervezetten, konstruktívan, ez az a munka, ami a Szikrában zajlik, és akkor ennek volt az egyik terepe, és ennek tud hasonló terepei lenni a szakszervezeti együttműködések, mert ugye elhangzott, hogy van egyébként, tehát van a szakszervezetek együttműködési fóruma, aki rendkívül nagy munkát tesz abba, hogy 2023-ban Magyarországon is létezzenek az érdekérvényesítésnek ennek a formái. A szakszervezetek együttműködési fórumának a rövidítés SZFO? SZEF. Maradjunk a SZEF-ben. Jó, azt mondta, SZEF-os lenni, vagy nem hát tudom, az elég. Hát ezt kérdezem, furán. Én nem, ezt csak egy korosztály ismeri ezt a szót.
Szefó? Igen. Én nem ismerem. Na, tessék. Már akkor több korosztály nem ismeri ezt a szót. Azt majd akkor nézd meg a Révai nagy lexikonban, és lapozzunk, mert ez nem... Igen, szerintem nem. Nekem ponton felmerül az a kérdés, hogy hát mi bűtellik rá? Mert hogy van persze a lelkesedés, meg az ember leutazik Makóra a vonattal, és azt mondja, hogy beáldozom a 3000 forintot, de hogy azért egy mozgalomhoz pénz kell. De ez egy nagyon jó kérdés, és pont itt az egyesületi formában működünk, és a mozgalomnak egyébként van tagdíja, tehát minden tagdíjat fizet, és ez szerintem az elköteleződésnek egy olyan kézzelfogható megjelenülése is, hogy nyilvánvalóan szerintem az egy nagyon nagy tapasztalat a mi szervezetünk életében, és a politikai cselekvés életében is, hogy pénzből működik. És ez hogyha, a tagdíj most még elég a működésetek. Igen, és ez az operatív működésnek a nagy részét le tudja fedni. De akkor ilyen amerikai tagok, akik mikroadományokban tagként így jönnek, és azt keresgetjük őket, az most nincs. Svájci alapítványokon keresztül. Nem, még nincsen még külföldi tagunk, ez való igaz, igen, tehát csak magyar tagjaink vannak. Mondjuk adatok pénz külföldre, ez mondjuk az jó hír. Egészen addig, amíg majd mindjárt majd módosítják ezt a törvényt is, igen. Igen, ne adjak tippeket senkinek, bocsánat. Igen, ez már túl. Áron, ezt kérlek, vágd ki. Nem, mert ezen túl vannak már, azt hiszem, bejön a parlamenteri. Igen. Valami ilyesmi, igen. Zajlik éppen, hát nem akarok ötleteket adni senkinek, de én úgy tudom, hogy azért már ez is formálódik, hogy különböző affiliációjú, vagy vélt, vagy valós kapcsolódási pontú politikai szervezeteknek a munkáit hogyan lehet nehezíteni, megakadályozni. Szerintem ez zajlik, és nem számítunk arra más. Ugye az van, hogy pártot építeni az egy nem egy olcsó mulatság, és szerintem... De ők nem párt szerint. Tudom, de mozgalmat is egy ponton túl szintén nagyon, nagyon drágává lesz. Hát, hogy igen, tehát a 3000 forintok akkor még belemegy a büdzsébe, vagy belefér a tagdíjakból, de amikor már sok alapszerzetet kell, esetleg valamelyik alapszerzet azt mondja, hogy ő szeretné irodát nyitni valahol, valaki azt mondja, hogy viszont kéne nekem munkatársak, itt már fizetünk, patrona nyomtatóba, tehát hogy eljön egy olyan pont, ami már nem lesz elég a tagdíjak, készültök erre valami stratégiával, hogy akkor hogyan lehetne bevonni több pénzt? Igen. Köszönjük. Igen, válasz igen, de természetesen hát ez egy olyan... Tehát előbb-utóbb csak azt akarom, de szintet lépnek a szervezetek, és erre tudatosan kell készülni, mert én azt látom a sok szervezetnél Magyarországon, hogy ezekre a szintet lépésekre nem készülnek stratégiailag. Igen, szerintem a mi fejünkben ez egy hát ha nem is pontosan, de ez egy felépített folyamat, és nyilvánvalóan a szervezeti fejlettségnek nagyjából elértünk arra a pontjára, amikor komolyan el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt tovább építeni, hogy az elmúlt egy évben megduplázódott a tagság, ugyanúgy, ahogy az előtte lévő évben is megduplázódott a tagság, és akármennyire szeretnénk is ezt fenntartani, és elérhető célnak is tartjuk, hogy ezt fenntartsuk. Önmagában ez felelősséggel is jár, és komolyabb céloknak a kitűzésével is, és ugye minél többen vannak a mozgalomban, annál szélesedik a lehetőségeknek a táráza is, de igen, ennek anyagi vonzatai is vannak. Talán nem várt módon kaptatok viszonylag túlzott média figyelmet, ami nem biztos, hogy ez volt a céletük így berobbanni a köztudatba, de azt hiszem, nem kértétek ti ezt a figyelmet ezzel a módszert. Így van, tehát elég sokan megismerték a Szikra mozgalom nevét, ráadásul egy bűncselekménnyel összefüggésbe, amit gondolom főleg nem szerettetek volna. Mi a helyzet most? A Partizánon hallott én egy interjút, egy nagyon érdekes, egy védőügyvéddel, aki az esetről pontosan beszél, de hogy el tudod mondani te, hogy mivel gyanúsítottak meg valakit, akit összekötöttek a Szikra mozgalommal valamilyen módon? Egyébként az ügyvédesadás az érdekes volt, én azt elején úgy voltam, hogy ez tök uncsi, és tulajdonképpen ott maradtam az adás végéig. Nem volt uncsi. És kompakt volt, szóval hogy nekem egy tök kereg egészben el tudtam magyarázni az ügyvéd, hogy mi a gond az egész. De nálatok, tehát hogy mit tudsz mondani, hogy akkor ez most hogy áll? Ugye arról beszélünk, hogy február elején komoly politikai és média figyelem vetült a Szikra mozgalomra és a Szikra mozgalom egyik tagjára, aminek a kapcsán egyébként a jogi eljárás továbbra is zajlik,
Szerintem itt annyit érdemes elmondani, hogy az egyik tagunkat alaptalanul vádolták meg Budapesten zajló eseményekkel kapcsolatban. Tehát az történt, hogy voltak szélsőbalos támadások Budapesten több ponton is, és a Szikra egyik tagját meggyanúsították azzal, hogy részt vett ebben a támadásban. Az fontos, hogy ezek Németországból érkezett szélsőbalos fiatalok voltak, akikhez kapcsolódott a gyanú szerint egy magyar állampolgár, aki a Szikra mozgalom tagja. Így van, viszont ő nem beszél idegen nyelveket, tehát valahogy akkor valószínűleg mutogatással kommunikálták le a vélelmezett támadást. A gyanú alapja, ha jól értelmeztem, az, hogy a kabátja, illetve a ruházata a támadónak és ennek a hölgynek megegyezett. Plusz valami Facebook posztokon is kommentelgetett, hogy lájkolt, illetve megosztott. Lájkolt, Facebook esemény, meg nem tudta, tehát ilyenekből így összerakták, így összekonspirálták. Lájkolt? Igen, hát manapság ugye egyébként... Jól gondold meg, hogy hova nyomod azt a lájkot. Manapság ugye a Facebook lájkokkal és a kommentekkel is ugye csinyán kell bánni, ezt már megtanultuk. Akkori jogi munkával... Igen. Tehát amire Zsuzsa is utalt, az ő védőügyvédje a Partizánban tudott beszélni erről az esetről, és szerintem az fontos kiemelni, hogy az, hogy ebben a történetben a Szikra mozgalom megjelent, és a médiában, és a média egy bizonyos szegletében, egyébként aminek én a személy szerint nem tulajdonítanék egyébként olyan nagyon nagy dedikált figyelmet, de hogy fontos megegyezni, hogy tendenciózusan és kifejezetten ugye lejárató céllal megtörtént az összemosása a Szikra mozgalomnak, Jámbor Andrásnak, és azoknak a fajta erőszakos cselekedetnek, amik Budapesten egyébként tényleg, ahogy Digi is mondja, külföldről érkező szervezeteknek a tagjai közreműködésével lezajlottak, amivel kapcsolatban nyilván nekünk semmiféle közünk nem volt. Annyit azért igen, szóval szögezzünk le, tehát, hogy lehet baromira utálni, akik a kitörés napján, nem tudom, sétálnak 100 km-re, vagy nem tudom mennyit gyalogolnak ugye ez az 1945. január-februári esemény útvonalát megismételve, tehát lehet ezekről bárjuk gondolni, én nem sok jót gondolok róluk, de ettől még én biztos, hogy nem mennék nekik fizikai erőszakkal, senkinek sem mondanám, hogy ezt tegye meg, és hogy ez gáz, tehát hogy ez tényleg kurva gáz, tehát hogy azért ez hangozzon el azért itt is. De nyilvánvalóan még szerintem az erőszakmentességben. Bármi erőszak, gáz. Mindegyiken erősen hisz, és talán ekképpen is éli az életét, vagy cselekszik. A verbális erőszaknak azért néha... Hát azt igen. Arra ti rájöttetek, hogy mi az oka annak, hogy a kormánymédia ennyire neki ment láthatóan több csatornán egy összevont támadást indított valamiért a Jámbor András és a Szikra ellen, hisz előtte úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy alig látható kis közösség vagy mozgalom voltatok. Ráadásul ez most már tendenciósan kitartóan látszik, hogy ebből minta lesz, hiszen egy következő esetben ugye az történt, hogy még csak nem is tagotok, hanem egy ember, aki egyébként lájkolja a Szikra oldalát, ő írt egy troll kommentet, egy egyértelműen troll kommentet, aminek ugye az volt a lényege, hogy a... Mondd el, léci! Csak annyit mondok el, hogy én is geocachingelek. Tehát, hogy én tudom, hogy mit jelent, amikor ládát valóban elrejtenek. De nem fogalma nincs az olvasónak, vagy hallgatónak most ezen a ponton, hogy miről beszéljük. Mert el akarom mondani. Tehát, hogy ugye az történt, hogy egy ember, aki csak lájkolja a Szikra oldalát, az egy troll kommentet odaírt Bohár Dániel nevű megafonos ember egyik posztja alá, tehát ez egy komment, amire elmondta, hogy odaírta, hogy Danika, vagy Dani, vagy Dániel, a lakásodon elrejtettem egy bombát, és annak a kioldó szerkezete, vagy mi, a hatástalanító szerkezete egy bizonyos GPS koordinátán van, ami geocaching láda a Orbán Viktor végbelében van. Tehát a mondat második felétől kezdve egyértelmű volt, hogy ez egy troll vicceskedő komment, ehelyett az egy dolog, hogy ő fölhabosította, kihívta a rendőrt, átmutatták a lakást, és bevitték azt az embert, az egy hölgy volt, aki ezt a kommentelte, de rögtön, tehát nem az volt az érdekes ennek a Revolver médiának, és itt kötök ide vissza a Zsuzsa kérdéséhez, nem az volt az érdekes, hogy egy hülye
ember, idézőjelben szegény troll kommentre rá repül a Bohár Dániel, hanem rögtön az volt, hogy a Szikra mozgalom szimpatizánsa bombával fenyegette meg az újságírót, szándékosan... Na, ezt most, ezt ki lehet majd vágni, ezt a két másodpercet is. Tehát, hogy szemmel láthatóan a NER reformer médiája a Szikra mozgalmat, a ti mozgalmatokat most kipécézte. Tehát ez látszik, ezért kötök ide a Zsuzsa kérdéséhez. Igen, igen, és egyébként itt tényleg azonnal kikövettem a Szikrát, hát ha valami olyat írtam, amit nem kellett volna valahol. Hát, hogy így hallgatom ezt a beszélgetést, egyébként egyáltalán nem ragaszkodnék hozzá, hogy tényleg itt is megtörténjen ez a fajta összekapcsolás, meg összekötés a Szikra tevékenysége, kedves tek, én csak idéztem a kommentet. De, hogy az egy viszont egy fontos jelenség, amire rámutatsz, és tényleg egyre inkább kitapintható. Ugye megtörténik el az összemosás. De vajon miért, kérdezi te a Zsuzsa? Tehát, hogy vajon, tehát mi gondoltok arról, miért lehet, hogy így... Miért vagytok ti szálka? Igen. Vagy Szikra. Valakinek a szemében. Szikra. Szikra. De miért? Hát erre többfajta megoldás is létezik. Ugye én szeretném azt gondolni, hogy már eljutottunk abban a szakaszban, amikor a kormány, illetve a média potens és olyan ellenfelet lát akár a Szikrában, ami veszéllyel lehet a létezésére. Én nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez a pont még nem jött el, tehát ebből a szempontból viszont a Jánbor András személye és a Jánbor András által képviselt politika az egyértelműen meg rá tud mutatni a Fidesz és a mostani politikai felállásnak a visszásságaira, és főleg azzal, hogy tényleg a 2022. decemberében megjelentünk a kaszinók előtt, aktívan ellenálltunk, és illetve passzívan álltunk ellen, egyébként ez fontos kijelenteni, de hogy akármennyire is azt gondoljuk, azért sikerült rámutatni, és egy kicsit útjába is állni annak a működésnek, amit a kaszinóknál, és egyébként a Jánbor András munkássága kifejezetten hangsúlyosan a végrehajtóknak az ügyével, a kilakoltatások ügyével kapcsolatban szerintem azért ott is olyan láthatóságot és figyelmet irányít olyan dolgokra, amiket a jelenlegi kormány nem szeretne, hogy láthatóak legyenek, hogy itt már megtörténik egyfajta ellenségképzés. Illúzióink ugye nincsenek, hiszen a politikai cselekvés Magyarországon azért valószínűleg ezzel jár 2023-ban, de hogy ez egy tudatos jelenség, azt egyre inkább én is azt gondolom, hogy ki lehet majd jelenteni. Én azt gondolom, hogy amit a Jánbor András csinál itt a kilakoltatások és a végrehajtó, ugye úgynevező végrehajtó maffiával kapcsolatban, azt szerintem egyébként iszonyú fontos. Igen, ti gondoltok amit a világról, egy baloldali gondolkodóként, de én most nem azt a részét hozom ide, hanem azt a részét, hogy ebben politikai stratégiát is látok, ugyanis egy pillanatra említetted is, hogy van úgy, hogy szakszerzeteket vagy helyi embereket a szélsőjobbról keresnek meg, és ők is felajánlják azt a segítséget, ami esetleg nekik kellhet ott helyben. És a végrehajtói maffia ügye az tipikusan ez, ha a baloldal ezzel nem kezd valamit, meg a kilakoltatásokkal nem kezd valamit, akkor óhatatlanul a mostani szélső jobb oldal fog erre rárepülni, ahogy ezt próbálják is. Hát a tolockai féle Mi Hazánk mozgalom, az egyébként a másik olyan szereplő szociálisan egy érzékeny mozgalomnak tűnik. Igen, aki hitelesnek tűnően igen, tud ezzel az ügyjel foglalkozni, és egyébként ide behozok akkor egy harmadikat, az akkumulátorgyárak ügyében nem véletlenül kezdett szintén nagyon erősen a Mi Hazánk mozgalma is mozgolódni, hogy ilyen kisképzavarral érjek. Tehát, hogy én ebben látom azt, hogy nem érdeke valóban a NER-nek, vagy a mostani rendszernek, hogy ez egy baloldali téma legyen, hanem neki az az érdeke, hogy a tolockaiék vigyék ezeket az ügyeket. Igen, igen, szerintem ez egy nagyon jó meglátás. Szerintem amit egy jobboldali, vagy egy szélső jobboldali keretezésben, meg narratívában nem tud megjelenni, az pont az a vonulat, amit szerintem a kilakoltatások terén nagyon fontos hangsúlyozni, tehát hogy a lakhatási helyzet és a lakhatási válság
ami egyébként nem egy új keletű probléma Magyarországon, de fájóan alulreprezentált a közbeszédben is, és nem beszélünk róla, még csak megközelítőleg sem eleget, kilakoltatások és a lakhatás ugye az egyértelműen szerintem kijelenthető, hogy baloldali megoldásra vár, és baloldali eszközökkel feloldható. Még egy dolog, hogy ugye ma Magyarországon több párt is mondja magáról, hogy baloldali, aztán, hogy ebből mennyi a baloldaliság bennük, vagy mennyi nem, ezt szerintem mindenki látja, hogy ugye elindultatok ebbe ezen az úton, hogy így nagyjából próbáltok országosan egy kicsit terjeszkedni valamennyire. Azt tettem ki, hogy van ilyen törekvés? De hogy igen. Van valamiféle viszonyotok a mai politikai pártokkal, akik mondjuk országosan is jelen vannak? Tehát egyáltalán mi a kapcsolat a mai politikai pártokkal? Ugye párat említettünk, tehát a Jábor András, mint országgyűlési képviselő benn van, és a Párbeszéd frakcióban van, és a Komját Imrét nevesítettük még, aki egyébként meg MSZP. Most elnök lett? Társelnök? Azt hiszem MSZP társelnök, igen. Illetve hát attól még, hogy a például a Komjáti MSZP társelnök, alelnök, az MSZP-vel van-e kapcsolat? Tehát, hogy egyáltalán van-e valamiféle kötődés, kapcsolat, felvétel a pártokkal? Tényleg szerintem az, hogy a Szikra mozgalomként létezik, és részt vett itt a 8.-9. kerületben ugye egy előválasztási, vagy egy országgyűlési kampányban. Ez ugye együtt járt olyan alkalmi szövetségeknek a megkötésével, helyhez kötött szervezetekkel való kapcsolatfelvétellel, ami egyébként ugye már csak ahhoz is szükséges volt, hogy egyáltalán egy előválasztási kampányban el tudjunk indulni Jámbor András vezetésével, hiszen a Szikra mozgalom ugyanúgy az országgyűlési választáson és az önkormányzatén és az európai parlamenti választáson sem tud mozgalomként jelöltet állítani. Egyébként 8. kerületi székhelyen rendelkezik a Szikra, ez egy természetes folyamat és választás eredménye. Itt koncentrálódik egyrészt Budapesten, másrészt ebben a kerületben a mozgalom munkásságának része, de országos terjeszkedésről én ezen a ponton még nem beszélnék, tehát megpróbálunk ugye a tagjaink egyébként szerencsére. Én azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy fele-fele arányban pesti és vidéki illetőségűek. Természetesen ugye ez hozzájárul az is, hogy budapesti székhellyel rendelkező vidéki tanulók is kiteszik a tagság egy részét. Tehát nem kell 8.-9. kerületi lakosnak lennie annak, aki be akar a Szikrába lépni, illetve támogatni akar benneteket. Hát tudik is lehet. Körúton belül legyen, az a lényeg. De elhangzott, hogy Szegeden például lehet, hogy lesz valami. Igen, sőt egyébként meglepően kevés körúton belüli tagunk van, azt azért kijelenthetem. De valóban, tehát amikor igyekszünk kapcsolatokat felvenni vidéken, és rendezvényeket létrehozni, akkor pontosan egy ilyen pragmatikus hozzáállás mentén gondolkodunk, hogy hol vannak olyan tagjaink, akik aktívan részt tudnak venni a helyi politizálásban, van rálátásuk, van kapcsolatuk azzal, mert azt hogy beejtőernyőzzünk valahova, mert hogy rábökünk, hogy az egy jól kinéző helyzet, annak értelmét nem látjuk, mert szerintem az mindenképpen fontos, hogy elhangozzon, hogy a Szikra egyébként nem csak választási ciklusokban tudja elképzelni a politikát, sőt szerintem pont ez a hagyomány, amivel nagyon, nagyon fontos szakítani is az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, és ezek a kapcsolatok pedig nem fognak megépülni két választási ciklus között. Szegeden egyébként egy kicsit hazai pályának érzem ezt a fizessenek a gazdagok kampányt, hogy csak egy megint nézek körbe, és így senki nem érti, hogy... Még a második kérdésre még tartozol a választal a pártokra vonatkozóan. Igen, a pártokra vonatkozóan, de akkor ezt csak itt hagyom ezt a bombot, csak igen. Hogy ennek kímé vagy mire utaltam. Igen. Pontosan. Ez egy létező szlogán, és szerintem ez egy olyan szlogán, amit a fizessenek a gazdagok, amit meg kell tölteni tartalommal, mert ez sajnos a múltban elmaradt. Tehát igen, amikor ugyanúgy, ahogy egyébként egyéb szervezetekkel is ugye nem zárkózunk el az együttműködéssel, meg kell nézni, hogy mi az, amit mi hozzá tudunk tenni egy ilyen együttműködéshez, és mi az, amivel kapcsolatban érdemes nekünk elgondolkodni, hogy mihez tudunk nyúlni.
szerintem az országgyűlési választáson ez egy természetes helyzet volt, és ez egy fontos vállalás is, hogy csak azért nem fogunk elhatárolódni bizonyos együttműködésektől, mert annak rossz múltja és rossz szájíze lehet. Ha csatlakozni akar hozzátok, akkor egyéb bárki, akár hallgatunk, vagy külföldön élő hallgatunk. Igen. Pontosan megteheti olyannyira, hogy ugye hát az adekvát felületeken, a Facebookon erről, Instagramon, nem tudom, hogy ilyet mondhatok egyáltalán. Mert a TikTok is elhangozhat. Ha bármelyik hallgató szeretnétek, rátöri az ajtót hajnali 4-kor, akkor csatlakozó vagyok. Igen, egyébként előtte azért olvasásra ajánlom azokat a kommenteket, amit egyébként a Szikra Facebook felületén szoktak hagyni emberek, tehát én szerintem mi is akár panaszkodhatnánk, de szerintem ezt érdemes helyén kezelni. Én ezt meg akartam kérdezni, hogy hogy bírjátok? Pont én azt hiszem, hogy fel vagyok iratkozva vagy a YouTube csatornát, vagy valahol most belefutottam, ahol olvassátok föl azokat a kommenteket, amiket kaptok. Hát nagyon brutális azért. Tehát, hogy itt többen voltunk, vagy vagyunk is akár a politikai életben, és igazából nem kellemes, hogy egy egészséges ember nem szívesen olvas kommenteket, amiket kap, független attól tudja, hogy mire vállalkozott a NER 13. évben, akkor sem szívesen olvasgat ilyen kommenteket az ember. Szóval ezt kezelni kell tudni. Hogy ti, hogy bírjátok ezeket a kommenteket? Meg hogyan kezelitek, mert ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy bírjátok, az is nagyon érdekes. De hogy kell ezeket kezelni, és vagy szerintetek? Ez egy személyesebb kérdés ugye a végén felé, de tényleg, szóval ezzel mit kezdtek ezzel a helyzettel? Ez tényleg nem könnyű. Itt 20 éves lány, él benne a Szikra mozgalom buzgalma, csatlakozik egy ügyhöz, és aztán elkezd szakmányba kapni nem dickpikkeket, hanem sokkal rosszabbakat, hogy dögölnél meg nem tudom ilyeneket. Szóval ez baromi nehéz lehet ezt kezelni, ezzel foglalkoztok, tudtok ezzel mit kezdeni? Igen, ugye azért szeretném hozzátenni, hogy alapvetően arról beszélünk, hogy a Szikra mozgalom a Facebook felületére milyen üzenetek érkeznek, és pont ezért fontos is szerintem, mert hogy mozgalmi szinten közösségileg tudunk ezzel egyébként mit kezdeni, tehát minden olyan támadás, amiről egyébként beszéltünk is, és felmerül, az szerintem közösségileg könnyebben feldolgozható, és ennek kapcsán teszünk is lépéseket, és fontosnak is tartjuk, hogy azért, mert valaki tényleg azzal a szándékkal érkezik egy politikai szervezethez, hogy javítani szeretne az ország és mindannyiunk sorsán és helyzetén, az nem lenne törvényszerű, hogy együtt jár ilyen üzenetekkel. Legyen, igen. A közösségként tudtok, tehát ott vagytok egymásnak. Tehát ez az egyik fontos megoldás lenni? Ez az, amit mi megtaláltunk, és szeretnénk is továbbra is használni, mert mozgalmi erő, amit mi építeni próbálunk, az pont ezt foglalja magába, hogy közösségként hogyan tudunk egymás mellett állni, akár egy kaszinó előtt, egy blokádnál, akár a mindennapi életben is, és a szervezeti építkezésben is. Kicsit kiszakadjunk a vulváros részből. Én azt szeretném megkérdezni, hogy említetted, hogy bárki kapcsolódott hozzátok, és tagként belép hozzátok, és bennem mindig felmerül ilyenkor, pláne, hogyha egy mozgalomról beszélünk, hogy egy új belépő, aki most már rendes tagotok, és fizeti a tagdíjat, ami nyilván hozzájárul ahhoz, hogy itt működni tudjatok, de hogy ő vajon milyen lehetőséget kap a döntésekben való részvételben, tehát az, amikor végül úgy döntötök, hogy odaálltok valamilyen ügy mellé, vagy valamilyen akcióba belekezdtek, hogy egy ilyen típusú döntésben milyen módon tud esetleg hatni egy mezei tag. Minden tag mezei tag, és minden tag rendes tag, igen. Szerintem igen, még amikor a csatlakozásról beszéltünk, akkor az tulajdonképpen elmaradt, hogy igen, tehát a csatlakozás az folyamatos és nyitott. Van egyébként egy nagyon jól felépített mentorprogramunk, hogy aki ezt a szándékát kifejezi, és szeretne a szervezet életében részt venni, az ne egyedül legyen, és megtalálja azokat a módokat, hogy hogyan lehet csatlakozni az operatív működtetésbe is akár, eseményeken való részvételbe, tehát szeretnénk, és azt el is mondhatom, hogy viszonylag sok nyitott eseményünk is van, tehát hogy aki esetleg a csatlakozás előtt szeretné megnézni, hogy is néz ki ez a szervezet, azt tényleg azt tudom mondani, hogy például április 15-én a Vasas Szakszervezeti Székházban el tud jönni a Fizessenek a Gazdagok kampány nyitójára, a második kampány nyitójára, ott egyébként Schulz Nóra és Pogácsa Zoltán fognak beszélgetni a gazdasági vetületeiről a politikai térnek.
A május 1-e, az egy fontos dátum, ugye egy baloldali szervezet életében. Vagy szerintem május 1-ét már csak a Mi Hazánk mozgalom ünnepelte meg. Igen, ők a Hajógyári szigeten voltak, de egyébként... Tehát, hogy eljutottuk oda 2022-ből, hogy csak a... Senkit nem érdekel a munka. De 23-ban most de ez megszületik igen, újra. Van, de nem, ezért... Illetve... Szóltam, hogy igen, hogy akkor ti szerveztek már is esélyen valamit. Igen, és ez nagyon fontos, hogy egyébként tavaly a SZEF, ugye... Nem. Ez a elég olcsó poénból. Én nem tudom ezeket kihagyni. Ennyi. Szakszervezetek együttműködési fóruma. Ők a Városligetben tartottak. Egyébként a Sziklának is, a Majár is a Városligetben volt tavaly, de ezt nem vetem senki szemére, hogyha erről esetleg nem tudott. De pontosan az, hogy ezeket az együttműködéseket tovább építeni, azt szerintem az egy fontos rész. Ott is igyekszünk erre minél nagyobb hangsúlyt fektetni. Nagyon fontos a lufi, meg a szamár simogatás. Ezeken a május egyszerűen. A szamar simogatást nem tekintem hagyománynak. Sör, virsli, lufi. Sör, virsli. Szamarunk nem lesz, sör és virsli lesz. Én mert azt ők nem kínozzák az állatokat. És ma már a lufi sem, sem jó dolog. Hogyha sokan simogatják. Te honnan tudod, szeretném. Voltál te már szamár? Ne haragudj. Valószínűleg voltam. Oh. Tehát, hogyha van lélekvetelés, akkor valószínűleg voltam. Nem tudom, hogy van-e. De... Szerintem rosszul emlékszel, nem jó. Nem jó, nem szeretik a szamarat. Jó, azt hiszem, hogy itt a végére már kicsit mi már elővettük a telefonjainkon, és megnyitottuk a podcast alkalmazásokat. De még nem az a rovat jön, mert van egy új rovatunk. Annyi rovatunk lett, hirtelen. Annyi, hát egy plusz rovatunk lett. De ott van az végén, az adásmenet végén, ideig az böngésztétek. Kedves hallgatóink, az mondja, ez az első olyan adás, ahol van adásmenetünk, és így lázasan, én látom, mindannyian így lázasan nézik a telefonjukat, miközben beszél az interjú voltunk, hogy nehogy valamit kifelejtsük az adásmenetből. Tehát és tegyük azt hozzá, hogy nem látunk, tehát nagyon messze tartjuk már a telefonjukat. Igen, tehát szoktunk el, hogy itt most komolyan kell teljesítenünk el itt az átlátszóval. Tehát itt azért az az igazság, hogy ezzel nagyon közel kerültünk. Kísérleti nyulunk, vagy szikrány. Ezzel nagyon közel kerültünk a gyakorló újságíróknak a, hogy mondjam, a mindennapi életéhez. Mert hogy nem figyelnek az interjúra. Számos esetben találkoztam ezzel a dologgal, hogy amikor az interjú alany beszél, vagy valaki beszél mondjuk egy szerkesztőségi ülésen, az összes többi. Szekergetni a mobilját. Én próbáltam tök normális lenni, és én végig a Gergőre figyeltem, hát, és néha csak... Nagyon rendes civil vagy, de mi jó. Már prósodunk megfelelően. Értem. Jó, tehát az az új rovatunk, kedves hallgatóink, hogy debánkolunk, és nem tudom, hogy ezt magyarul hogy kell mondani. Tehát, hogy mit csinálunk? Hát, debánkolunk. Én nem szoktam, de haragudj, én olyat nem szoktam, én rendes nő vagyok, én nem debánkolom. Szóval én... Ez az én nünükém, én nagyon nem szeretem, hogy így terjednek még az ellenzéki körökben is mindenféle ilyen városi legendák, vagy ilyen pletykák, ami biztos úgy van, most nem is a legegyértelműbb mondom a hová jár Orbán Viktor? Grác. Tehát nem is a Grácot hozom ide, hanem ilyen mindenféle ilyen sztorik keringenek, és én ezt szeretném, ezeket mindig behoznék egyet, vagy ti is hozatok be mindig egyet, uh-huh. És azokról 3 percben, hogy az vajon igaz-e, vagy hülyeség. Okay. Én most egy olyat, és ezt lelőttem a poént, tehát hogy az elsőnél, mert láttatok az adásmenetet, ez egy olyan sztori lesz, amiről már előre tudjuk, hogy nem igaz, de azt hiszem rosszul vezettem föl, mert hogy igazából el kéne olvasnom, így hangosan bele a mikrofonba, és akkor tippelgetni, hogy ez vajon igaz-e vagy jó, nem. Akkor olvasd föl, és én simán elhiszem, hogy igaz. Szóval van egy olyan poszt, amit én legelőször, hát én szerintem már vagy 2015-ben vagy 2014-ben már találkoztam vele, és így elterjedt már az akkori Facebookon, de lehet, hogy már az IVI-ben is terjedt annak életet, el tudok képzelni. Biztos találkoztatok ezzel. Noam Chomsky 12 pontja, hogy hogyan kell uralkodni az embereken. Ugye Noam Chomsky ezt így megírta már 30 évvel ezelőtt. Ugye Noam Chomsky egy azt hiszem talán amerikai filozófus, nagyhatású gondolkodó, rendszeresen szokták idézgetni, és ebbe a pontjában például ilyenek szerepelnek, és ezt így tényleg mióta az Orbánék kiépítették 13-14-ben a rendszerüket, azóta ez tényleg ilyen fél évente elszabadul és körbemegy a magyar ellenzéki médián, hogy az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod és harmadrangú problémákkal, tehát hogy gumicsontokat kell eljük dobni, mert hogyha azzal foglalkoznak, akkor nem foglalkoznak mondjuk a lopással, és akkor tudnak lopni. És a többi. Ilyen szuper mondatok vannak benne, hogy
az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, és arról, hogy a történésekben felfedezzék az okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazniuk az üzeneteket, már-már infantilis módon, lásd a tudta plakátok, meg tehát a tényleg negyedévente ugye indít ilyen plakát kampányokat a Rogán cég, már-már infantilis módon, minimális szókincsen, rövid mondatokkal. Lásd, emojikkal kommunikálnak ugye órás plakátokon. Szóval tele van ilyen szuperebbnél szuperebb 12 ponttal, hogy így kell lebutítani népet. És? Nem igaz. Tehát Noam Chomsky nem írt ilyet. Ding! Ért? Létező személy. Noam Chomsky természetesen létező személy, tényleg nagyhatású filozofus, de nem írt ilyeneket. Minden hallgatónak szeretném fölni a figyelmet, hogy nem készült ilyen 12 pont a Noam Chomsky-tól. És ezt kiírta akkor? De ez megvan, hogy kiírta. Valamelyik politikai választási tanácsadó cég? Egyébként, tehát én azt hittem, valamelyik hogy igen. Valamelyik GCSZ-ben vagy... Azt képzeltem, hogy igen. Nem, ez egy francia hölgy írta le 2011-ben vagy 2012-ben a saját weboldalán. Ő egy médiaszociológus kutató egyébként. Gondolom talán ír is, vagy dolgozik is a médiában, de hogy alapvetően médiával foglalkozik. És ő a saját weboldalán felrakta francia nyelven, hogy szerinte körülbelül a médiával hogyan lehet manipulálni a saját lakosságot. És ennyi. Én egyébként arra annyit még elmondanék szívesen, hogy 1988-ban írt Chomsky egyébként, és mindjárt kikeresem a magyar címét, Manufacturing Consent, azt viszont ajánlom mindenkinek elolvasásra, mert ott egyébként a politikai életnek a hasonló vetületeiről is szó esik, de ezt a másik művet sajnos nem volt alkalmam elolvasni. De hogyha már így... felinkeljük az eredetit. Így felmerül, szerintem mindenképpen érdemes. Valahogy szóval a Chomsky-tól, jó? Igen, és akkor hangzott, igen, Chomsky-tól olvasni kell. Aki ezt leírta, ezt úgy hívják, hogy egyébként rosszul mondtam, szerintem a Szilve, mint francia keresztnével, szerintem az férfi keresztnévben. Miután nem látom. Mindegy, Sylvain Timsitnek hívják ezt a az ember. És szóltak szárstémmel. A Le Grand Soir egy cikkében, és fölrakta, bocsánat, 2002, nem 2012. Tehát, hogy nem, viszonylag új keletű, na. Tehát ezt akarom csak mondani. Akkor már nem volt TV. 2002-ben, de hogy nem. 2002-ben volt TV. Még volt. De szerintem sem az amerikai filozofus, sem a francia újságíró nem volt fönt az IV-ben, mert... De a koncepció az, hogy minden adásunkban hozunk egy ilyet, és kérdezzük meg egymást, tehát ne készüljünk rá. Jó. Kérdezzük meg egymást, hogy vajon igaz-e, és az lenne a csavar, hogyha olyat hozunk, amiről azt hiszik, hogy kamu, de tényleg igaz. Tehát, ez egy állandó rovatként bevezetnénk. Jó játék. Kedves hallgatóinak. Viszont van egy másik állandó rovatunk, igen, ahol podcast adásokat ajánlunk a saját hallgatóinknak. Ez onnan indult, ez a többiek már 66-tól ugye erre fogják hallani, a Xab és Barátai nevű podcast, ami egy ilyen gadget podcast, ők kitalálták két-három évvel ezelőtt. Beszélj már magyarul. Kütyű podcast, jó? Kütyű podcast. Kitalálták, hogy nagyon fontos lenne, hogy a magyar podcast széna, bocsánat, a magyar podcast közösség, szintér, köszönöm, ez nagyon szép. A magyar podcast szintén egymást támogassa azzal, hogy egymást támogatja, és bemondják a saját podcastjaik végül, hogy egyébként hallgassák a többieket. Na, rajtunk kívül senki más nem csinálja ezt, de mi azóta is kitartóan mindig ajánlunk újabb és újabb podcast csatornákat. Te hallgatsz a podcastokat a sajátotokon kívül, mert egyébként surprise, surprise, van podcastja a Szikrának, de hallgatsz podcastokat, és ha igen, akkor van olyan, amit csatorna, amit ajánlanál mi hallgatóinknak? Igen, szóval megfogtál, mert egyébként haza akartam beszélni, és azt azért hozzátenném, hogy igen, tehát a Szikrának nincsen podcastja, viszont szikrások csinálnak podcasteket. Hát van az egyik podcast csatornának a Szikra logója. Én úgy tudom, hogy... Most jön a nagy leleplezés. Én mint elnökségi tag, én úgy tudom, hogy nincsen. Én megkeresném. Az egy nagyon jó logó egyébként, de... Ha csak ez nem egy mércés podcast, mert akkor érted. Én most megkeresem. Ennek most utána járunk. Tehát szikrások csinálnak egyébként podcasteket, tehát én akkor itt el is mondanám, hogy a belépési küszöböt, illetve a város másik oldalán, várostervezéssel, urbanisztikával foglalkozó nagyon érdekes podcast, és én azt nagyon előszeretettel és jó szívvel ajánlom.
szóval most kiderült a turpisság, tehát a Szikrának... No episodes found. Szikrának... Nem, four episodes, első, bemutatkozik a Szikra, 1 óra 13 perc, második epizódotok volt, előválasztás Erzsébet városban felkeltő jellel, 34 perc, utána a harmadik rész, mozgalom és osztályszerkezet, Szikra tábortúz, Éber Márk Áronnal, 34 perc, és a negyedik epizódjuk pedig kultúrpolitikai ajánlattételek, Szikra tábortűz, Fehér Renátóval. Később felelős kiadó Bohár Dániel vagy valami? Nem, ez a Szikrának a podcastja. Ez nem kamu. Hát no. Én jobban tudom, hogy van a Szikrának podcastja, mint az elnökségtől. Ezt én is tudom, de én úgy tudom, hogy ezt nem ajánlhatom, tehát akkor, ha már Éber Márk Áron... Hát most hangzott el, és ha már Éber Márk Áron neve is felmerült, akkor neki is van Papszilárd Istvánnal, ami a Teendő című podcast, tehát ezt a hármat előszeretettel tudom ajánlani. És mi van ezzel a Szikra podcastban? Van... Ez tényleg már a csavar kérdése. Azt hiszem, hogy van Szikra közösségi tér, van Szikra keresztény rock tábor, nem tudom, számos ponton megjelenik a Szikra. Igen, igen. Épp akartam rászólni, hogy a hallgatók nem látják ezért a kijelzőt, de szerencsére Gergő elmondta. Nem látják a kijelzőt. Ez az, igen, ez az, igen. De hallgatsz-e más is olyan, ami nem a Szikrahoz kapcsolódik? Őszinte leszek, puskázok egy kicsit. És egyébként az az igazság, kulisszatitok, még a fentebb felsoroltakból sem volt alkalom az összes adást végighallgatni, pláne nem a Szikra podcast szerint ezek szerint végighallgatni, de szerintem majd kivágjuk. Gyorsan megnézem a listámat. Jó, de... én addig ajánlok egyet, jó? Jó. És akkor hát szörömmel utána hallom. Vissza. Oké. Okay. Nem. De puskázzál. Bocsánat, elnézést kérek. Nem, bocsánat. Megpróbáltam. Mert most megpróbálom. Igen, az, aki igazából nem ajánl már adások óta igen. Podcastot, mert nincs ideje. Most azt gondolta, hogy puskázzál. Hát van ott egy olyan sárga, ami leesik nekem, vagy egy zöld. Én meg nem tudom a Spotify-t kezelni, tehát egy road movie podcast, igen, ami egy utazós podcast azoknak, akik éppen nem tudnak elutazni, ülnek otthon szomorúan. Én azt a részt hallgattam meg, aminek az a címe, hogy Mennyi és pokol Kirgizisztánban a Silk Roadon, és egy nagyon izgalmas történet utazásról, és remélem, hogy a többi ugyanilyen izgalmas, úgyhogy aki úgy érzi, az hallgassa a road movie-t, aki egy kicsit kikapcsolódna a hétköznapokból, kertészkedéshez ideális. Találtad? Én sajnos nem találtam. Jó, én ajánlok, kézzétek el, megint kettőbe belefutottam. Az egyik olyan, hogy ráadásul igazából nem podcast, persze ők úgy hívják magukat, azért nem podcast, mert én például nem tudom beállítani a telefonom podcast lejátszójába, mert csak a YouTube-ra rakják föl, és ez egyébként egy új trend most már, hogy sima a YouTube csatornákat elkezdtek podcastként. Innen üzenjük a podcast gyártó kollégáknak, hogy az a műfaj megsértése, ha csak a YouTube-ra kerülnek fel ezek az anyagok. Köszönöm igen, a figyelmet. Viszont mondjuk a Zsuzsának kollégája, mert a nyugat.hu-nak van podcastja, tehát ez egy YouTube csatorna, és ők túl ugyanúgy beszélgetnek, csak videót vesznek föl, tehát nem rakják föl. Tisztázzuk, hogy Zsuzsának milyen értelemben kollégája az, aki a nyugat.hu-nál. Hát újságírók, tehát a nyugat.hu újságírójának van saját. Tehát ugyanaz a szakmájuk, jó, igen, rendben. Mielőtt még bármint gyanúárnyék a vetőnere. A kollega, az én értelmezésemben a kollega egy helyen dolgozó egy helyen emberek. Jó, oké, ez az a rendezés. akkor csak munkadruszáid. Ebből már nem fog kérni. A lényeg, hogy a nyugat.hu-nak van podcast csatornája, én véletlenül belefutottam, szombathelyi ügyekről beszélgetnek, nyilvánvalóan, tehát hogy ha valakit nem érdekelnek a szombathelyi ügyek, akkor ne iratkozzon föl rá. Én tulajdonképpen belehallgattam az egyik adásokba, és érdekes volt hallgatni, hogy három helyi újságíró, ők szombathelyi ügyeiről beszélnek, és ráadásul pont most hallgatta meg a Szabad Európa egy új adását, ahol pont az egyik nyugat.hu-s újságíróval beszélgetett. Jó, ez már nagyon meta. És a nyugat.hu az egyik kevés olyan vidéki szerkesztőség, akik eltartják magukat, nem is kicsik, nem nagyok, de nem is kicsik, tehát nem kettő fővel dolgoznak, és professzionális tartalmat álltanak elő, és gyakorlatilag tehát mondjuk a Vas megye, direkt Zs betűvel mondtam, ahogy ezt kell mondani, szóval a Vas megyeieknek ők az első számú hírforrás. Tehát, hogy ott a NER nem tudta lenyúlni az első számú hírforrás státuszát. Vagy persze, mert ott mindenki nyugatra jár dolgozni. Én teljesen meglepő módon meghallgattam egy Fidelikus podcastot, amit a Geszti Péter és a felesége csinált. Ami... A Zsuzsa itt mellettem nagyon veri a fejét az asztalba.
Gyakorlatilag én régről személyesen ismertem a Gesti Pétert. A Gesti Pétert? Igen, és aztán kíváncsi voltam, hogy 20 év után fel egyszer csak szembe jött velem, és akkor egyáltalán még ugyanolyan a hangja, vagy nem, és aztán... A hang az nem nagyon változik az évek alatt. Énekeseknél, igen. Igen. Mindegy, én meghallgattam, sőt, tehát tulajdonképpen annyira, tehát ugye nem is, kapcsoltam. Nem iratkoztam fel, vagyok iratkozva amúgy a Fidelikuszra, hogy jöjjön, hogy ha van valami, akkor legalább tudjak róla. De úgy nem, tehát hogy ott is maradtam, tehát teljesen nem volt mély, de nem volt felületes, tehát egy ilyen átlag hétköznap reggelen az autóban teljesen használható volt. Én, nekem ez a... Zoli, te még nem iratkoztál, vagy neked nincs új? Podcast ügyben nem szokás szerint, nem alig itt marad időm, szerintem saját magunkat is, csak nagyon ritkán. Aha. Viszont Szombathelyen nem csak a Nyugat van, hanem ott van az úgytudjuk.hu is. Igen. 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 Ez azért törtöm a fejem végig, hogy ezek szerint Szombathely nagyon jó helyzetben van ez. Ugye úgy van az, hogy a Nyugat.hu az igazából nem csak Szombathelyen, hanem tényleg az a régiónak a médiája, és nagyon régóta csinálják, szerintem 15 éve, vagy nem tudom. Az úgytudjuk.hu még viszonylag friss, 1-2 éves, a Pintér Bence csinálja, és nekik talán a finanszírozója volt az Unger Péter. Lehet, hogy még most is, nem tudom, lehet, hogy nem szállt ki, lehet, hogy most is finanszírozza, és talán a két embert tudnak alkalmazni, és ők kifejezetten kizárólag Szombathely, és azt egyébként elég jó minőségben csinálják, de hogy azt ők Szombathelyre koncentrálnak, a Nyugat.hu az régiós, tehát az tényleg olyan, mintha a Vas Népe lenne, vagy újság, csak online-ban. És ellenzékiben. Szerintem a Nyugat.hu nem ellenzékinek definiálja magát, szerintem ők objektív sajtónak, vagy szóval... Igen, bocsánat, igen, valóban. Ugye, ahogy a Bohár Dánielek mondják, független objektív sajtónak. Jaj, vágom, igen. De az úgytudjuk.hu, ők igen, ők azt hiszem, ők ha tetszik kimondva is azt mondják, hogy ellenzéki médiát. Jó hosszúra sikeredett ma is adás. Nem én szoktam levezetni, hanem az Áron. Szóval képest elkezdted. Hát én át végig. Mi lesz a zenénk, Digi? Az elköszönő zenénk. Mindig van egy elköszönő zenénk a végén. Ragaszkodnunk kell a 20-valahány másodperchez. Nem, én azért szoktam ragaszkodni ahhoz, hogy csak tényleg nagyon röviden játsszak be, mert akkor nem kérem el, hogy egyezzem bele, mert hogy ha 15 másodpercet bevágunk, akkor nem fogja még a nehéz levelezni a Rolling Stones menedzserével azt a 20 másodpercet egy sosem. Én szívesen megint a Tudósok koncertjéből egy újabb ilyen politikus számot rakni be, abból egy kettő verzét, de ha te mondod, hogy kivel kell levelezni, nekem van egy... Én esküszöm, levelezem. Új kedvencem a... Új régi, de régi új kedvencem, az a neve, hogy The Devil's Trade, aki egy magyar zenekar a nevével ellentétben, és én őket most nagyon szeretem. Vannak népdal feldolgozásai is. Egy személy menegitáros, akinek néha vannak kisegítő zenész társai. Ajánlom mindenki figyelmébe is, és van olyan, ami ideillene hozzá? Én azt gondolom, hogy van, igen. Akkor és egyébként? Ja, bocsánat, és a banjo-val is nagyon kreatívan tud bánni. Akkor a show-nozom mindenképpen berakjuk, és ha megkapjuk az engedélyt tőle, akkor ezzel a zenével fogjuk. Most turnén van, európai turnén van, de lehet, hogy vissza... Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogy velünk voltatok. Köszönjük Nagy Gergőnek, hogy eljött a Szikra mozgalomról beszélgetni velünk. Reméljük, hogy nem okoztunk csalódás az első átlátszóban felvett adásunkkal. Legalább jó minőségben beszéltünk hülyeségeket. Igen. Az adásról rövid cikket az átlátszó aloldalán is elolvashatjátok, mert hogy lesz aloldalunk, így a 101.átlátszó.hu. Valójában már van, csak még nincs hajta majdnem semmi, illetve talán az nincs, na mindegy, szóval félállásban van, igen, de hogy mire ez az adás kimegy, azt reméljük, hogy a átlátszó blog ajánlójában is meg fogunk jelenni. Igen, és a mi adásainkat a mi saját felületeinken is meg tudjátok hallgatni, és az átlátszó felületen is meg tudjátok hallgatni. Akármelyiken találkozhatok vele, az átlátszó felületeire mindenképpen iratkozzatok föl, mert nem csak velünk találkozhatok az átlátszó felületein, hanem mindenféle más műsorokkal is. Ha pedig kérdésekkel, vagy bármivel megtaláltok minket, akkor nyugodtan írjatok ránk, üzenjetek ránk,
állunk elébe. Köszönjük, hogy hallgattatok minket! Sziasztok! 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 Sziasztok. Hello! Az idő nem akar változni. Nagy átok van rajtam, miért tudlak szeretni? Szeretni nem tudtam, de most már jól tudom. Búcsúzni nem tudtam.